A rendeletmódosítás pontos része kamaránk szempontjából az oktatásokkal kapcsolatos pontosítások, hiszen a rendelet az eredeti verziójában is rendelkezik arról, hogy milyen növényvédelmi képzések és továbbképzések vannak, milyennek a feltételrendszere. Annyiban kerültek ezek pontosításra, hogy a növényvédelmi alapképzés, ami egy 80 órás, kéthetes képzés azoknak, akik második kategóriás növényvédőszer felhasználói engedélyhez, ehhez az úgynevezett zöldkönyvhöz szeretnének jutni. Tehát ez a képzés, illetve ennek egy egynapos 8 órás továbbképzése, valamint a korábban megszerzett technikusi növényvédő szakmunkás vagy növényvédő méregraktárkezelő végzettségűeknek egy 24 órás továbbképzés, illetve a szakmérnököknek egy 40 órás továbbképzés végzése a kamara jogosultságába kerül ezután, és a kamara megkerülésével nem lehet ilyen képzéseket folytatni, és a képzésekről kiadandó tanúsítványokat is az illetékes megyei szervezet elnöke lesz jogosult aláírni.